Ezt a nemzetközi díjat kapta az egyik pécsi kesztyűgyártással és értékesítéssel foglalkozó családi vállalkozás a napokban. A fenntarthatósági környezetkímélő programjukat ismerték el. Céljuk, hogy a megunt, de még használható kesztyűk ne a hulladékba kerüljenek. Van egy második életút program, amiben visszaküldik nekünk azokat a termékeket a vásárlók, amire nekik már nincs szükségük. Ezért cserében mi ezeket megpróbáljuk kategorizálni, vagy még le funkcióban és esztétikában is, ha rendben van a termék, akkor egy új second hand értékesítésbe kerül. Így olyan emberek is elérhetik a hosszú élettartamú, jó minőségű terméket, akinek mondjuk esetleg nincs pénze megfizetni egy új darabot. Az esztétikailag már rosszabb állapotúakat pedig eladományozzák. A teljesen elhasznált bőrkesztyűk sem kerülnek majd a kukákba az elképzelésük alapján. A Pécsi Tudományegyetemmel közösen dolgozunk egy olyan eljáráson, amivel tudnánk belőle újra a bőrben és a bélésekben, a természetes bélésekben lévő kreatint felhasználva újra alapanyagot előállítani, ami valószínűleg kesztyűgyártásra egyelőre nem tudunk megfelelő bőrt létrehozni, de létre tudunk ami olyan termékekhez, mint egy pénztárca, vagy egy táska, vagy bármilyen egyéb más merevebb bőr kiegészítő, így akkor újra tulajdonképpen alapanyaggá tudjuk emelni az egészet. Mindezt megelőzi az, hogy az új termék vásárlásánál elmondják, hogyan kell ápolni, karbantartani a kesztyűt, így növelve élettartamát, illetve a javítás lehetőségre is felhívják a figyelmet. A második életút szakasz csak ezután kezdődik az elképzelés szerint. Ezt a körkörös gazdasági modellt díjazták Brüsszelben, ahol a benyújtott 6600 pályázó vállalat közül kiválasztott 9 fenntarthatósági hős között szerepelt a pécsi cég is.